Tulajdonképpen az országban én úgy gondolom, hogy 4-5-en vagyunk, akik magasabb színvonalon, talán szerénytelenség mondom, nagy, magasabb színvonalon műveljük ezt a műfajt. Vannak, mindenkinek más az útja, tehát azért mondom, hogy más a technológia, mert én a gipszel dolgozom össze, tehát én azt gondolom, hogy ezeket a körplasztikátak, a szobrokat, azt mondhatom, mert Amerikában is volt egy ilyen közvéleménykutatás, illetve hát ilyen piackutatás, és még ott sem készíti senki ezzel, nem csak ezzel a technikával, hanem ilyen szobrokat sem készítettek. Tehát azt gondolom, a fali képekben ott lehet, hogy vannak hasonlók, de a szobrokban az nem valószínű. A tengeren túli tájakat, hogyha már említette, hogy Amerikában ezt kedvezően fogadtak, ezt a képi formai világot, amit ön képvisel, azt simán el tudom képzelni. Távol-Keleten, Japánban, hogyan fogadták ezt? Értették, amiről ön szól? Hát igazából személyesen nem jutottam el Japánba, hanem tulajdonképpen műveimet vittek el Japánba, és onnan tudom, illetve a visszajelzésekből, hát bizonyára, mert japán urak vitték el, akkor gondolom, hogy valamilyen szinten értették, és hát pozitívan is álltak a dolgokhoz. Alkotótábor azért nem túl régen volt, igaz, a hőséget ugye mára már elfelejthetjük, kemény mínuszok vannak kint. Milyen emlékei vannak az alkotótáborról? Vannak-e olyan témák, amik arra inspirálják, hogy esetleg valami komolyabb alkotást dolgozzon ki belőlük? Mindenképpen. Az alkotótáborban az a nagyszerű dolog, hogy hatunk egymásra. Tehát itt ha az egy alkotótáborból úgy hazamegy az ember, hogy csak egyetlen egy apró fogást ellesett, és egyetlen egy olyan inspiráló dolgot megtanult, amit a munkájába be tud építeni, az már hasznos lehet, és ezek az alkotótáborok nagyon hasznosak szoktak lenni. Végezetül avasson már egy-két ilyen titokban minket. Mesterei közül kik azok, akik a legjobban hatottak önre? Hát elsősorban tulajdonképpen a technikát, azt a bőrrel kapcsolatosan, azt ez egyénileg alakítottam ki, de rajzolásban azért a Balmazújvárosi kötődésű Palotai Erzsikét tudnám megemlíteni, akit azért jól ismert személyiség. Az ő ember szeretete és tulajdonképpen humanizmusa, illetve az a fajta szakmai, magas szintű szakmai tudása és alázata, ahogyan a művészethez közelítik, nagyon nagy hatása volt. Tehát nagyon sokat tanultam tőle. Mert arról van szó, hogy ez az egy egészen új technika, amelyiknek a lényege az, hogy egy nagy nyomással meg van nyomva a bőr, és sokan nem mernek hozzányúlni ezekhez a képekhez, de a kiállítás látogatóit én biztatom, hogy fogják meg nyugodtan, és ha megnézzük, ez kidomborodik. Sokan azt gondolják, hogy ez bele van kalcolva. És ez kidomborodik, és maga itt ez a technika, amit amikor kifejlesztettem, és ahogy kísérleteztem, rajzoltam, akkor hozta azt a megoldást, hogy ehhez valóban érződik egy kis keleties hatás, legalábbis én úgy érzem. Tehát ezek a japán fametszetektől kezdve, és itt is mondhatom azt, hogy szinte az anyag hozta önmagát. Tehát nem is én alakítom, hanem sokszor, ahogyan elkezdek vele dolgozni, nem hagyom, hogy nem szabad, hogy megerőszakoljam az anyagot, amit ő magától alakít. I would die in ecstasy.
I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come.